Az Országos Széchenyi Könyvtár képezte ki Magyarország összes könyv- és papírrestaurátorát. Könyv- és papírrestaurátor képzés 1981-ben indult el az Országos Széchenyi Könyvtárban. Egészen 2011-ig zajlott ez, úgyhogy mindig csak egy évfolyam volt, úgyhogy gyakorlatilag 3 évente cserélődött a gárda. De 2011-ben sajnos megszakadt ez a folyamat. Ebben az időszakban körülbelül 180 könyv- és papírrestaurátor kapott erről a szakmáról igazolást, hogy elvégezte ezt a képzést. Sajnos ebből a 180 emberből manapság gyakorlatilag talán csak 70 ember az, aki még a szakmában van. A többiek vagy már régen nyugdíjba mentek, vagy sajnos meghaltak, vagy más szakmát választottak. Az elmúlt időszakban, az elmúlt években, tehát az elmúlt 10-20 évben már nagyon megérződött az, hogy hiányzik ez a képzés, és egyre többen mentek nyugdíjba, egyre több hiány keletkezett ezen a fronton, tehát az összes közintézmény már restaurátor hiánnyal küzdött. Tehát ezért is volt nagyon fontos az, hogy elindítsuk újra ezt a képzést itt a Széchenyi Könyvtárban. És reményeink szerint idén ősszel el is tud indulni újra egy 3 éves képzés, kifejezetten könyv- és papírrestaurátor szakmában. A mostani képzést arra alapoztuk, hogy már igazából a könyvkötő képzést sem tudják elsajátítani, akik szeretnének. Tehát kézi könyvkötést manapság nem nagyon lehet tanulni, úgyhogy gyakorlatilag ebben a 3 évben beépítettük a kézi könyvkötő képzést is. Megalapozzuk azt, hogy ők tulajdonképpen történeti kötéseket is fognak tudni restaurálni. Sajnos könyvrestaurálást az egyetemi képzés alatt sem lehet tanulni. Tehát tulajdonképpen azért nagyon fontos és speciális ez a képzésünk, mert könyvrestaurálást csak itt, ezen az OSK képzésen lehet elsajátítani.